Következőkben két vendégem is van, akik folyamatosan beszélnek. Valószínűleg ez így is lesz a következő percekben, és Belez Nagy Endre és Bőröndi Tamás, szervusztok, jó reggelt. Tamás, nem bírom ki, áruld el, mert a nézők kimaradtak belőle, hogy mit mondtál Csörös Karolának, amikor beérkeztél? Mondtam, 80 éves, mondom, ez milyen hülyeség. Édesanyám, és hát évekig voltunk együtt ugye a szomszédos sorozatban, és nagyon... Nagyon-nagyon szerettük egymást, és látom azt, hogy ez a dolog még most is azért tart. Mondtuk, hogy happy birthday, nem? Mondtuk, hogy legalább egy picit. Igen. Na, és akkor maradjunk vidám témáknál, futó bolondok. Milyen ez az előadás? Meséljetek róla. Maradjunk vidám témáknál, Bőröndi Tamásnak ülőideg gyulladása volt. Erre fűztük fel, mert ugye ez egy tényleg futós darab, tehát sokat futunk benne, és szegénynek nagyon fájt. Azért viszontom a szót, és így történelmileg úgy van. Ez egy Philip King írta. Az az eredeti címe, hogy See How They Run, you know. Ami azt jelenti, hogy, én úgy folytatom, nem már, hogy futnak, nézd már, azt is ki lehet mondani végig. Mm. Futóbolondok címmel játszok most, de most erőltetem, hogy tegyük be a marketingbe, mert az a jó cím, hogy nézd már, hogy futnak. Na de, ez az érdekes, mert akkor írta a szerző, a második világháború alatt 42-ben volt, lett kész az első változata, 43-ban a második, és 45-ben mutatták be a West Enden. Az első bemutató nem is színházban volt, hanem a hátországban a frontra induló katonáknak játszották, és ez azért érdekes, mert ez egy abszolút ajtócsapkodós, rohangálós, személyfelcserélős klasszikus bohózat, és közben a legnagyobb világégés közepette írta ezt az ember, és akkor mutatták be, tehát az emberi szellem diadala ugye a nehézség felett, mondhatnám. A másik, ami meg vicces, hogy a West End bemutató az 45-ben volt, amikor még szorványos bombázások még érték London. Tehát konkrétan a bemutató alatt 3-4 bomba robbant, miközben játszottak a színházban, és a premier bulin, eddig máshogy beszéltem, most tovább kutattam, és kiderült, hogy a férfi szereplőt, aki engem játszott, tehát a Clive szerep, amit én játszok benne, ő mondta, hát hogy... Hát nem téged játszott, de... Hát én játszom őt akkor, igen. Kronológiailag, igen. És ő mondta, hogy igen, mert nehezen vergődök el a poénig, és mivel lehetenik az idő. És hogy lesz még az adásnak, hogy te szóval sem tudod. Ebben mondom a poént, és átadom Tamásnak. Tehát az a lényeg, hogy a Clive-ot játszó színész mondta a Premier Bullin, ez borzasztó kultúr, barbárok ezek a németek, hogy csak akkor robbangattak, amikor poénom volt, a három nagy poén szétrobbantották. Nem, az igazság az, hogy attól keveredtünk ide, mert én azt hiszem, 80-ban végeztem a főiskolát, és meg kell mondjam őszintén, hogy ez alatt, nem számoltam hány év alatt, soha nem maradt emiattam előadás. És egy olyan baromság történt, hogy nyáron valami olyan hülye ide milyen ülőideggyulladás, amitől úgy nehéz tudom... Kimondani, nehéz is a dolgot elfogadni, mert például Szónokon drága Balázs Péter meghívott engem Ankonai Szerelmesnek a főszerepére, és le kellett mondjam, mert egyszer nem tudtam menni. Rettenet. És most volt a színészi pályafutásod alatt először életemben először, hogy elmaradt egy előadás, és ezért szeretnénk, hogy jaj Istenem, nem egy linkóci csapat ez a Vidám Színpad, és most vasárnap ugye előadásunk lesz Futóbolondok, és most már azért nem csak hátrafelé, de talán tudok futosni, mint a színpadon. Szép nagyokat ugrik is, nem csak fut, na mindjárt. Igen, kellemetlen volt lemondani a múltkeredást, megmondom őszintén, és ezért gondoltuk azt, hogy azt mondjuk, hogy most már hogy nagyjából meggyógyultam, és azért most vasárnap. De hogy nagyjából vagy? Hát vagy... még vannak fájdalmak, nagyon jó kezekbe kerültem, tény és való, tehát gyógyszereket szedek, tehát nem olyan tragikus a dolog, de van, amikor egyszer fölállok, és utána egyszer effektív nem tudok megmozdulni és lépni. És itt azért röpködni kell, mint a hülyék rohangálunk körbe. És hát és kedves feleségedet van tét, mert kedves feleséged Götz Annát kell átugorja, és hogy csak közben van a görcs, és mond, rossz helyre érkezik, akkor... Igen, szegény, amúgy is frázban, amikor a négy pali folyamatosan ugrálja őt át, hogy akkor úristen, mikor véletlenül ki ugrik rá, vagy ki esik rá, vagy valami, de mindegy, tehát szóval tréfát... Hülyeség, hogy tréfát félre. Ezt szerintem betegyétek félre, jól áll nektek. Jó, szóval vasárnap este van futóbolondok, és most van... Pici félelem van benned azért, hogy mennyire fogod jól lenni ezeket? Megmondom neked őszintén, hogy amikor ez az előadás elmaradt, akkor nagyon kemény fájdalmaim voltak. És akkor eszembe jutott az, amikor annól mi játszottuk a Veszászlót a Rokszínházzal, és a régi nagy sikerem színhelyére Debrecenbe visszatértünk, olyan lubbágó volt, hogy nem tudtam megmozdulni. És megtörtént az a csoda dolog, és két eladást játszottunk, megtörtént az, hogy amikor a színpadra beléptem, ez a dolog valahogy elfelejtődött, és amikor kiléptem a takarásba, menni nem tudtam. Tehát nagyon bízom bennem, hogy valamilyen adrenalin dolog ez most is segíteni fog nekem vasárnap, és akkor várjuk a kacogni váró drága közönséget. Mi legyen az új címe?
Nézd már, hogy futnak. Nézd már, hogy futnak. Nem csak mi vagyunk benne, pedig az már elég lenne egyébként, de Straub Dezső is, nagy sikerek, Öccsanát már említettem, Csényi Mert Lajos, és még sorolhatnám, ha lenne még időnk. Ezt Végül majd adáson kívül neked elmondom, hogy kik vannak. Köszönöm van szépen, nagyon kedves vagy. Hát volt. Akkor tényleg most aztán minden jót kívánunk a vasárnapi előadásra. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok.